Konkrétan. Műsorvezető Beleznai Endre. Hát, igen, nagy boldogsággal köszöntjük a drága jó hallgatókat. Mi már nagyon jól érezzük munkat, pedig még csak színsavas ásványvizet fogyasztottunk, ami rádió felvétel előtt praktikus, hiszen ki se fejteném, hogy miért praktikus a szénsavas ásványvíz ilyenkor. Ez a Konkrétan című műsor, Beleznai Endre vagyok, ha valaki nem hallotta volna a felvezető, Station Voice, aki bemondta. Egy másik, egyik legismertebb voice-unk van nálunk most, de nem a Voice-ba volt, meg nem a X-faktorban, hanem egyáltalán ott van a hálószobánkban, illetve én ott szoktam hallgatni, ne haragudj, kikívánkozott belőlem, de a konyhánkban is, ott van a nappalinkban minden nap, Pikali Gerda! De jó, hogy van. Ilyen, sziasztok! Igen, azért van egy ilyen szűrő, mert amikor mondok egy P betűt, akkor a másik mikrofonnál újra kéne venni az egészet, hiszen ez egy élő műsor. Szia, Gerda! Nagyon szia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, amit évekig nem fogadtál el. Nem ki volt akarsz idő, vonulni, ne haragudj! Mint Magyar Péter? Megsértődjek, mint Róna Egon, Rónai. És mondjam, hogy miért terjeszted, hogy nem voltál itt, amikor nem voltál itt, Gerda? Jó van enni. De egyébként csináltam egy nagyon hosszú interjút, emlékszel, az milyen jó volt? Én minden részletre emlékszem. Na, mesélj. Tehát itt buktál meg. Kész, egy betűre nem emlékszem. Hát azt nem mondhatjuk, hogy az Alle, akkor nem mondjuk, hanem a 11. kerületi nagy-nagy bevásárlóközpontban. Ki mondtad? És akkor mi van? Ja, jó, kicsúszott. Ott ültünk mi, te meg én. Mert az nem rádiófelvétel, hanem újságban, magazinban. Mert ott titkoltam, hogy egy irodabútor magazinnak készítettem portrékat, és veled egy hosszút. Nem is gondoltad volna, hogy lesz abból értelmes interjú, hiszen így beszélgettünk, mint eddig itt. De aztán megszerkesztettem írásban. Nagyon szépeket mondtál, mint háziasszony, hogy a fiaid, ezekről beszélgetünk leginkább. Meg hát a sikereidről a pályafutásodban. Azóta nagyon sokat mélyült a kapcsolatunk, hiszen fél és feleség is vagyunk, majd arra is kitérünk. De most kezdjük azzal, hogy már megint kaptál valami díjat. Unod? Kicsit hát úgy hova érzel. Fér? Mekkora a ház, ahol a... Melyiket? Fejtsd ki. Addig iszom tovább a szénsavasat, aztán... Csak P betűt, ne. Mondjad, melyik díjat kaptad most meg, és hogy én tudom, hogy miért kaptad, de te mondd el nekik, akik hallgatják. Tavaly ugye Jászai Mari díjat kaptam, az nekem azt egy nagyon fontos állomát, az nem kérdezte, de elmondom, hogy azért azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon-nagyon fontos díjam volt, ami lélekben nagyon megerősített, és azt gondolom, hogy a beletett munka, amit évtizedek óta, tehát ezek a 14-16 óráknak meglett az eredménye, és ez egy nagyon jó érzés volt. És most idén meg... Nálunk ugye vannak ilyen közönségdíjak, és akkor a legjobb... Nálunk a József Attila szín, gondol, igen. Nem a költőre, hanem a színházra. Igen, mert ott vagyok társulatilag a József Attila színházban, és van nálunk egy közönség szavazása, és akkor a legjobb női színésznő díját megkaphattam. Tehát köszönöm így a közönségnek is, hogy rám szavaztak. De milyen szép kortárs, tehát én modernű fogalmaz, hogy a női hát a férfit nem tudtam. Nem a női színésznő, mert ugye nyilván most már... Ja, azt sikerült mondani. Keverednek ezek a dolgok, hogy most ki mit játszik. Nem volt benne szándék, az én bénaságom. Hát szokták mondani, hogy férfi színésznő, ugye a hiú. Férfi szín... Eredetileg férfi színészekre szokták mondani, hogy a legjobb férfi színésznő. Andy! Itt vagyok, veled vagyok, fogd meg a kezem. Megittad a szénsavat. Megittam, azért van mindez. Nem, maradt még egy kicsi. És ugye aztán volt a vértestvérek, az is bocsánat, azt is elhadarhatom a Jászai Mari díjra, amit mindig szoktam mondani, nem tudom, ebben a rádióban is mondtam-e már, hogy a én is Jászai díjas vagyok egyébként, de én nem Jászai Mari, hanem Jászai Jolán. Mert ott a Jászai Joli néni, és ő adta nekem, mert vigyáztam a kutyáira. De nem készültem fel azért ilyen támadásokra, de ilyenekkel. Abba hagytam. Szóval de... a közönségdíj, hogy alakul ki a közönségdíj a József Attila Színházban? A legjobb előadás, tehát abban az évadban a vértestvérek lett a legjobb előadás, és abban ugye az első musical főszerepem. Én vagyok benne a Mrs. Johnston, az anyuka Vári Éva játszotta régen, tehát az a nagy emblematikus előadás, és hát ilyen színésznők után játszani egy ilyen darabot azért elég nehéz, de azt gondoltam nagyon magam, vagy azt gondolom, hogy eléggé magamra tudtam formálni, és nagyon megszerettem. Úgyhogy 11 dalom van benne, azért egy kicsit nehéz volt, mert tényleg nem vagyok egy énekes, egy prózista vagyok. Ezt mindig mondod, igen, pedig nagyon jól énekelt. Már akkor is nagyon jól énekelt Pikali Gerda, amikor mondta folyton, hogy ő aztán nem tud énekelni, de nagyon szép. Hát ez még egy főiskola, aztán egyetem lett a színművészetén, azért ott egy-két görcsöt beleraknak az emberbe, hogy nem tud énekelni, és akkor valójában ezt viszi végig. És most
azt gondolom, hogy így most 45 évesen, ugye 46 nem, leszek. Nem, sem, ez lehetetlen. Most azért egy áttörés történt, találtam egy nagyon jó énektanárt, és azért ővel elég jó sikereket érek el, vagy így legalábbis sokat abszolút, erősít. Fel. És ez nagyon fontos, hogy az indulásnál kik vannak ott. És szerintem ezért van ez a bizonytalanság az énekes vonalon, de most ez így egy jó visszajelzés volt, hogy ez lett a legnépszerűbb előadás a színházban. És egyébként az úgy van, hogy a közbe szavaznak, vagy ugyanilyen online szavazás van az évben? Van online is, és papíralapú is. Papíralapú is, de ez, amikor megnézik, akkor utána... Igen. Vagy bármilyen előadást megnéznek, föl van minden sorolva, és akkor... be kell x-elni. Nagyon jó. Nem, azért kérdezgetem, mert nekem volt ilyen tervem, hogy ilyet be kell vezetni, csak egyik színházban se lettem igazgatóval pályázni. Én nem szoktam igazgatóval pályázni, csak ilyen csapatokban voltam benne, mint tök mindegy, mindig volt valami fantázia nevem, hogy nem tudom, milyen felelős raktár gondok, hogy produkciós igazgató, meg művészeti főkonduktor, tehát ilyesmiket, és mindegyikbe akartam ilyen szavazást. Most azért kérdeztem most, hogy most van egy igazi szavazás, hogy az úgy, de ez úgy zajlik. Igen, akkor, és aztán utána összesítették, és ennyi. Akkor nem csak megmondom, hogy fizesse jogdíjat, hogy az én ötleteimet használja, pedig el sem mondtam neki. Beszélnek, biztos örülni fog, ezért főhívod. És még kaptam egy József Attila gyűrűt, így az egész éves munkámért és a színház népszerűsítésért, és ez egy a legrégebbi kitüntetése a színházunknak, úgyhogy ez az évad, ez számomra nagyon, nagyon jó volt, és nagyon munkás, és hát azért 5 bemutatón volt, úgyhogy azért életem nagy részét ebben az évben, életem nagy részét is színházban töltöttem, de ezt az évet meg végképpen töltöttem a 2-es öltözőben, úgyhogy amikor de most ki kellett költözni. De se jársz próbálni, csak az öltözőkbe, vagy nem mész be a színpadra se. De hát azért néha arra bemegyek. Muszáj. Hívnak, és be kell menni. Van egy hívunk. Igen. Többször utasít, hogy menjek be, és akkor hát mit tudsz csinálni, bemész. És belevártam megint valami, hogy izgalmasakat akartál mondani. Ez nem volt a jó poén az öltözős azért, hogy... Tehát a 2-es öltöző, minden van, fürdőszobám, mosdó, minden. Tehát, hát tényleg. Ágyam. Nagyon. És az komfort. Azt mondhatjuk, hogy végülis itt a József Attila színházban abszolút otthonra találtál, nem csak azért, mert van ágy, meg mostókagyló. Nagyon jó társulatunk van, tehát a fiatalok is nagyon-nagyon jók. És ez nagyon jó, amikor egy olyan csapatban dolgozol, amikor nem azt mondod, hogy fú, csak vele ne osszanak össze, hanem itt mindenki nagyon jó. És így nagyon-nagyon jó előadásokat tudunk csinálni. Bocsánat, ha beleértem. Nem. Tehát nagyon jó előadásokat tudunk így összehozni, és nagyon sokat tanulok a fiataloktól, tehát ők egy más svung, egy más tehetség, más színeket adnak, és bizonyos dolgokra én szerintem én jobban ráfeszülök, ők meg nagyon jól elengedik, és ezeket így szépen meg tudom tanulni tőlük, hogy ezt ők nem foglalkoznak ilyenekkel. Mondom, akkor ez ilyen? Tehát, hogy nagyon sok mindent tudok megtanulni tőlük, rendezőkkel is nagyon, Hargita Iván nálunk a művészeti vezetővel, és egy nagyon jó kapcsolat van. Sokat beszélgettünk a színházról, hogy tudjuk minél jobban pörgősebbé tenni az évadokat, vagy bármilyen témában nagyon jókat tudunk beszélgetni szakmailag is. És ezek nagyon jó. Nagyon jó egy ilyen, mindenki úgy nyitott a másik felé, tehát nincs hátbaszúrás, hanem egy nagyon jó társulat tagja lehetek, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy jól érzem magam, hogy végre a helyemen vagyok. Hát igen, ennek én veled örülök. Látom. Látod? Az volt az arcomon. Az az de szerintem ennek mindenki örül, hogyha úgy tényleg eljut, mert én is szabadúztam, és amikor az ember valahova úgy leteszi a voksát, és akkor nem tudod, hogy majd mi lesz, hogy milyen emberek közé kerülsz, és aztán kiderül, hogy nagyon jó. És ez így földobja az ember napjait. Nagyon jó. Most emlék kicsit muzsikálni. Te fogsz énekelni? De lehet. Egyébként szoktam. Majd jó, berakjuk valamelyik dalomat, majd amelyiket kiválasztod. Jó, majd hú. Nagyon szépek, nekem mindegyik tetszik. Szóval ez itt a konkrétan című műsor, akár ízik, akár nem. Én Berezdai Endre vagyok, mai vendégem Pikali Gerda. Mi nem sokára visszatérünk, miután meghallgattunk egy nagyon szép dalt. Mr. Bombastic. We are some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover. Now Mr. Lover. Girl, Mr. Lover. Now Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me, but she says I'm Mr. Rose. Smooth.
just like a silk. Saffron cuddly hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Roe. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well, baby, love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Me on me box, she says I'm Mr. Oh, oh, romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Oh, romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your loving, girl, your loving well good. I want your loving, girl, be it like you should. I give you your loving, girl, your loving well good. I want your loving, girl, you remember the wood. You like to kiss and caress, rub down every strand of your pan bitches. I'm bombastic, rated as the best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, don't turn on me box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic, don't turn on me box, she says I'm Mr. Boom. She says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it a lick me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, 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 and a chat pure fart. I'll get straight to the point, like a horror, horror dart. I'm lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, this is a Mr. Rowe. Fantastic, she take a love me box, she says I'm Mr. Boom, boom, bastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. A hihetetlen mennyiségű szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat, ez itt a Konkrétan című műsor. Beleznay Endre vagyok, mai vendégem Pikali Gerda. De már valami másik nevet is használsz, ha kellene mondanom mind a hármat? Vagy nem használom? Fölvettem a férjem nevét, de a művész nevem az, az úgy maradt. Ne kelljen átnyomni a plakátokat. Persze, meg a órákig tart, még végig mondja az ember. Aláírni is hosszú. Nem szabad. De nagyon, igen, ez fontosnak éreztem, hogy a férjem nevét fölvegyem, úgyhogy a Régosi Pikali Gerda, ez a hivatalos nevem. Igen, egyébként lehetnél RKP, RGP. RPG. Tudom, de hogy próbálom a Erkárpáti Péter nevére, hogy ugyanazt hordhatnád valahogy, de egyébként nem lehet, csak gondoltam. Eljátszottam a gondolattal. De... Jézus Mária, Andy! És ha már a szóba hoztuk Rékasi Károlyt, hogy akkor segítetek egymást, megnézitek egymást, és bőrstanácsokkal látjátok el egymást. Pontosan így történt. Köszönöm, hogy ez, örülök, hogy ezt megbeszélt. Már régóta foglalkoztad. Igen, ezek a beszélgetések mindig nehezek, de aztán úgy mindenki bele. Hát persze, most így kritikával élsz a férjed, vagy hát a felesége iránt, igen. És akkor így a munkája iránt, és akkor ez így nem biztos, hogy mindig jól sül el, vagy nem bántólag lép fel az ember, hanem nyilván elmondja, hogy jó dolgok is voltak a színpadon, de nyilván ami egy kicsit gyengébb, vagy még bizonytalan, abban próbálom én is erősíteni, és ő is engem, úgyhogy igen, egymás kritikusai vagyunk, és akkor abban a pillanatban akkor úgy azért nem jó, de utána azért akkor mindenki lehiggad a végére, és akkor úgy
hogy elfogadjuk a másik kritikáját. Hát, hogyha egy szakmában van az ember a párjával, akkor hát az a legjobb, hogyha az is ért hozzá, és akkor ugye, hogy az első, mit tudom én, akit megkérdezünk, hogy a fő tanácsnok, nem, hogy azért jó. Hát ez nagyon, szerintem ez fontos. Amikor játszottunk együtt is, hát most mit tudom, voltak vitáink színpadon, aztán lementünk, és akkor kézen fogva mentünk tovább. Tehát, hogy egészen más ez a két világ, tehát szét tudtuk választani. Nem így kevertük össze, és szerintem ez így jó. Persze. Aztán, mert az... Miért nem voltam meggyőző? De. Azt mondom, hogy rád nézik, és mindig nevetnem kell, de hát ez hát pontosan, ez színpadon is sokszor így történik. A színpadon fontos a vidámság, mert a végjátékban. A végjátékban főleg is ez neked nagyon a véredben van. Ha mindig szóba hozod, akkor elmondjuk, hogy a feleség 44 kezdedik című vérdrámában szereplünk. Vérdrámában? Hívjuk így. Mert ott a feleség, Pikali Gerda, tehát lényegében címszereplő, én meg főszereplő, fordító, társrendező vagyok, tehát lényegében minden. Hogy bírsz ennyi minden halmozott, hátrányos helyzettel kezdeni? Hát köszönöm a kérdést, szívesen beszélek el. A konkrétan című műsorban. Mai vendégemben ez, de nem, én mindig szoktam magamhoz is ragadni a szót, mert fontos dolgokat beszélek, és én is nagyon érdekes vagyok, azt gondolom. Hát kevesen vagyunk ezzel, akik ezt gondoljuk, de én ezt gondolom. Nem, hát hogy ott gondoltam is, hogy kicsit túlzás ez, mert hogy amikor főpróbáltuk ezt a feleség 44 kezdődik, hát most már 2 éve játszuk, ez igaz? Lehet biztos, de. Igaz, 2 éve. 2 éve játszuk, és a bemutató a Szentendrei nyári teátrum, vagy minek hívjuk idén, aztán Szentendrei nyáriban volt, és... Szentendrei teátrum nyáron, mindegy. Többen nem próbálkozok. Kellett volna 4 megoldás valahol, kiket volna írva legyen, nem volt. De szóval az a lényeg, hogy a főpróba héten arra gondoltam, hogy ha most egy pillanatot is mással foglalkozok, nem saját magammal, akkor nem az lesz, hogy milyen leszek, hanem lehet, hogy nem is fog eszembe jutni a szöveg, az eredeti. Hát persze más dolgok eszembe jutnak, tehát végül is a műsoridőt ki tudjuk tölteni. De mindig adsz végszót, és szerintem az nagyon jó. Azt, hogy aztán 2 mondat között még mi minden kerül bele, az már. Te dolgod, csak a végén mindig elmondod a végszót, úgyhogy igen. Akkor tudom, hogy vége van. Vagy ha van függöny, akkor rádobjuk. De mert ugye már eldicsekedtem, mennyi mindent csinálok. Ugye az egyik, ami miatt, már ezzel a darabban kapcsolatban, az egyik, ami miatt ugye te lettél a feleség, az egyrészt, hogy gyönyörű vagy, másrészt, hogy az nagyon fontos, hogy fiatalabb kell, mint én, tehát és akkor az látszik. Egy 3 perccel szerintem. 3 és egyébként meg az, hogy ebbe ugye az alaphelyzet ebben a darabban, ugye a életközepi válságban leginkább hát mindegy férfi női is, tulajdonképpen ugye, mert elmondom a kedves hallgatóknak, ha nagyon kíváncsiak, hanem, hogy ugye a fő probléma az, hogy a feleség ebben a darabban még aktív életet él, és ugye a férj az idősebb, ezért a feleség megijed, hogy a férj most már ennél már csak még unalmasabb lesz, pedig már most elég izgalmas. Na és, de akkor... és aztán mi történik? Hát azt nem mondjuk, azt nézzék meg. Hát a férfi szex közben elalszik a ja, közben. Lő. Ez az egyik tünet, igen, hogy elalszik. Igen, és akkor azt mondja a hölgy, hogy a feleség, hogy itt a vége. Igen. Hát mondjuk a végén alszik el, az jó, de nem, a közben alszik. Na de, hát nyilván végjáték, meg happy end van, meg minden, de hát ugye az a mi felfogásunk, már mind rendezőileg, hogy a komoly részeket, azokat komolyan játsszuk. Tehát, hogy a... Végül ez az alaphelyzet, a probléma a házasságban, ez egy ibzeni alaphelyzet. Te is mondj erről valamit. Figyelj, én azt gondolom, hogy rólunk szól 40-es nőkről. Amikor azt érezzük, hogy még aktívak vagyunk, testileg, lelkileg, és a férjünkről lepattanunk. Tehát egy ilyen kapuzálási pánikszerű a dolog, mert egyébként szerintem én most érzem a legjobban magam, tehát 40 fölött. Én azt gondolom, hogy most vagyok igazán nő. Most visszanézem a régi képeimet, és azt tudom mondani, hogy nem mennék vissza a 20-as éveimbe, se a 30-asba. Akkor ugye a gyerekek, az 10 év minimum, a 20-as évek az egy tévejedés, ez útkeresésről szól. És azt mondom, hogy 40-nél úgy azt érzi az ember, hogy na most megérkezett, és élvezi azt, amit összegyűjtött, tudást, külsőt, bármit. És azt gondolom, hogy ugyanolyan problémákkal küzd Linda, a főszereplő hölgy is, mint bárki, aki 40 fölött van, és már nem annyira aktív a házassága, és még szeretne potenciális lenni, és megmutatni, hogy még igazán nő. És ugye a férj meg nem veszi észre, és
minden másról beszél, csak arról nem, amiről kéne, és aztán a végén belátja ezt a dolgot, hogy igen, változtatni kell. És végülis ez az útkeresés. Tehát én azt gondolom, hogy sok mindenkinek segítünk. Én nem tudom, hogy ha hazamennek ezek után egy-egy pár, akkor mi történik, de reméljük, hogy sok mindenki egy kicsit nevet is rajta, de el is gondolkodik rajta, hogy milyen az ő élete. Nagyon sokan mondták egyébként ezt, hogy nyilván nagyon jól szórakoztak, mert rengeteg nagy poén van benne, meg ilyen tényleg üvöltverhőgős dolgok, amúgy az is a koncepció, meg hát ezért vesznek az elsősorban jegyet, ha már ki van írva, vagy vígjáték. De többen mondták, hogy a nagy röhögés közben itt többször ilyen nagyon szívszorító, vagy tehát olyan nagyon megállt a levegő, meg hát ezért van is ilyen jelenetünk, ami ugye te vagy a felelősért, hogy álljon rendesen, de hogyan... De áll is. Velem együtt állsz. Nagyon igen, szép. Vele. Nagyon megnyugtató. Igen. Velem jössz, vagy együtt megyünk. Nem, vagy. Hát ez az alapkoncepció. Hát ez, nagyon nagy rendező vagyok, azért is beszélünk erről, hogy ez szélesebb körbe terjedne. Szeretlek. De hogy nyilván, na, tehát sokan mondták, hogy az abszolút elérte őket. Hát találkoztam olyan is, akit nem ért el ez a drámai pillanat, de nagyon sokan mondták utána, hogy azért is köszönik, meg írnak is ugye üzeneteket, meg mit tudom én, kommenteket közösségi médiában, hogy abszolút gondolatébresztő is volt, meg egy pillanatra megálltak, meg hogy mentek haza a házaspár, és mondták, hogy hát ott átbeszéltük az életünket a kocsiba a hazáig. Szóval az is nagyon neked is voltak ilyen visszajelzés? Abszolút, abszolút. De mondjuk, akit nem talált el, valószínűleg nem jel. Helyzetben van, tehát azért nem érintette meg. Azt mondta, hogy arra koncentrálni, hogy röhögött végig, az kész. De hát valaki meg éppen azért megy színházba, hogy kikapcsoljon, és legalább 3 órán keresztül semmilyen problémával ne találkozzon, de hát a vígjátékot is úgy jó játszani, ha a mélységeit is eljátsszuk, tehát nem csak a felszínt. Hát igen, hogy értsük, hogy mi nevetünk, ugye? És ez arra meg pont jó erre, hogy itt aztán mindent el lehet játszani. Igen, igen. Ugye, ha csak poénok jönnek egymás után, azt nem hívjuk színháznak, hanem az mit tudom én, kabaré, vagy nem tudom, sketch show magyarul. De nagyon jó partner vagy, úgyhogy én nagyon szeretek veled játszani, Andy, úgyhogy próbálunk szárnyalni. Ezt vártam, hogy ezt mondjad, mert egyébként már vége lett volna a második blokknak, kért volna a zenet. Mondtam, hogy azért bár a tanulságot szűrjük már le. Nem vártam mást. Szóval most hallgattuk megint valami nagyon szép muzsikát, aztán jövünk vissza, ez a Konkrétan című műsor, Beleznai Endre vagyok, mai vendégem Pikali Gerda. Szinte csak a semmit hal, a kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Haladtunk a tenger, szemben a nap zuhant, nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhant. Tékozom angyal a magasban, köpfent nincs, baj nincs haragban, senkivel. Édurba zúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss az ercsodát. Láss az elcsodát. Éhes pupillákkal vállamra ördögül, vallal elpöckölöm az élet jobb híját. Egyedül autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe martékozom. Angyal a magasban, böffen nincs, baj nincs haragban, senkivel. Két úrba szúgják a fákon a kabócát. Láss csodát, láss az ercsodát. Láss az ercsodát. Senkivel, hédurba zúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss az elcsodát, láss az elcsodát. Senkivel, két orba szúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát,
láss az ercsodát, láss az ercsodát, láss az ercsodát. Méretű szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, annyira örülök, hogy minket választották, én Beleznai Endre vagyok, a Konkrétan című műsort hallgatom önökkel. Mai vendégem Pikali Gerda. Hallgatom önökkel. Az még nem volt, próbálok megújulni. Csodálatos. Ezt még nem mondtam nekik. Most szerintem többen örülnek, akik mindig hallgatnak, nyilván van törzs közönség ennek az adásnak, vagy műsornak. Én olyan egy-másfél hallgatóra tippelek. De szerintem... A fél az ki? Hát, hogy néha hallgatja, néha tudod, aki mozog közben, nem a fülesen van, hanem mit tudom, készüléken mondjuk, és akkor ő megy ki, hagymát pucol, és akkor meghatódik. És ki az egy? De az változik szerintem. Van egy, nem legyen egy állandó igazad van. Igen, egynek kell. Most aki viszont hallgat tényleg, az is nagyon... Sanyám nem hallgatja. Sanyi, nem is ismerem. Nem, anyám nem hallgatja, nem. Pedig lehet, hogy kéne neki, igazad van, föl is hívom anyám. Kettő, akkor már kettő van. Jó, akkor megmondom nekik. Két. Na, megmondom nekik, hogy hallgassanak. Na, ez... Eddig nem tudtak erről a műsorról? Nem, azt nem mondom nekik, hogy hallgassanak el. Ezt nem mondtad el nekik. De most hát megmondom nekik. Hány éve nem mondtad el nekik? Csend legyen. Na, mert az előző blogban is viccesek voltunk, de nagyon sokat beszéltünk a Feleség 44 kezdődik című műről, ami nagyon fontos előadás. Egyébként tényleg csodálatos előadás. Pikali Gerda a feleségem benne. Nagyon jó, nagyon komoly szexjelenetek vannak benne. De velünk maradtak a házastársaink is, pedig látták. Nem volt könnyű, tehát nagyon nagyokat nyeltek, de aztán végül boldog lett mindenki, és ez a fontos, hogy mindenki boldog legyen. És tudom, hogy nagyon komoly kedvet csináltunk hozzá. Egyébként mondtad is, hogy valami te is mondtál, én azt figyeltem meg erről már a feleségről, hogy azért jó játszani, mert hogy valahogy úgy van vele az ember, hogy ott létezni jó benne. Tehát az nyilván, hogy az ember használja a színészi eszközeit, meg ugye elképzeli, hogy egy másik, meg szóval mindenféle másik ember, nem saját maga. De hogy ő valamit attól érzem értékesebbnek, mint sok előadást, amiben játsztam valaha, hogy ebben ilyen minden másodperc ilyen élvezet, tehát az, hogy létezünk. Tehát ilyen simán magától értetődően jön. Nyilván van, amikor hibázunk, mert talán nem tudom, hogy az adáson kívül, mert adásban mondtad, hogy vannak benne improvizatív elemek. Tehát ezek ugye sok... Dehogy. Jó, akkor... De, szóval, hogy sokszor nyilván legtöbbször jól jönnek ki. Igen. De hát néha azért bukdácsolt, de mondjuk közönség nem mondtam, már csak én terjesztem ezt. Az, hogy hosszú, és hogy néha vannak bakiaink, vagy ilyen, ami nem sikerült, de közönség nem vette észre egyiket se. Az a fura, mert egyébként én nem szeretem, én nem csak 3 órás előadásokat szinte soha, de ez az, bármicsak, még örülünk, ha 3 órát befejez. Szóval nagyon szeretjük ezt, és én mondom, én ezt szeretem, hogy itt minden másodperc öröm, gondolom a közönségnek is ezért érzik úgy, mert azt is mondták nagyon sokan, hogy elröppen ez a 3 óra, pedig ez 3 órás előadás. Neked is röpül? Vagy neked azért? Röpül nagyon. Röpül. Hát veled minden röpül. Minden. Istenem, de szépen mondtad. És hogy emiatt most aztán mindenki meg akarja nézni, aki még nem látta volna. Egyébként ez többször nézős, tehát rengeteg ember van már néző, aki többször nézte. De igen, mert hogy izgalmas, mert hogy nyilván az improvizatív részek is, hát amit meg nagyon megszerettünk, vagy emlékszem rá, azt megtartjuk, tehát minden meg mindig jönnek újak, meg cserélgetjük őket. Szóval, igen. Aztán mindig megbeszéljük, hogy mi marad, mi megy. Igen. Hát valami elkopik, hát van, amit megszeretünk az elején, mert nagyon vicces volt, azt elkopik, akkor kihagyjuk. De, tehát nyilván van egy vázam, tehát mondom, hogy ez abszolút... Tehát magát a drámát, azt mindig ugyanúgy játsszuk, ugye? Csak a vicces részeket vizezgetjük, vagy habozzuk, vagy... Vizezni is az nem jó, habozzuk. Ne habozzunk tovább, hanem mondjuk meg, hogy mikor láthatják legközelebb. Nyáron is játsszuk, és most tulajdonképpen, amire felhívjuk a figyelmet, most tényleg másodperceken belül, ezred másodperceken belül, az a Visegrádi Nyári Színház, a Fórum Színház szervezésében a jelentős, nézd meg, most megérugtam bele a polcokba, amik lent vannak a lábamnak. Lábpolcok vannak itten. Fogunk csinálni egy bejárót a rádióstúdiók éjszakáján, bepillantást engedünk majd a drága rádió nézőknek, hogy nézzék meg a polcot, ami lent van. Lenti polc, nem tudok szabadulni a gondolatot, pedig itt van, tényleg látom. Na, szóval, hogy
hogy a Visegrádi nyári színházán a nagyon jelentős művész Németh Kristóf igazgató igazgatása alatt Fórum Színház, mint jogi személy. És jelzi, a produkció a Feleség 42. oda tartozik eleve Fórum Színház produkciója, és július 17-én játszuk, ez igaz, 20:30-as kezdett. Így van, a Termál Visegrád mellett. Igen, hotel. Hotel. Mi az a szó hiányzott belőle? Igen. Okay. Visegrád, nem tudom, mi a pontos neve, de hotel. Mindegy, a sorrendet, azt döntsék el. Termál, Visegrád, hotel. Ezek mindenben vannak. Ez mindben. Aztán igen. Amellett van egy színpad, és akkor mi ott leszünk. Az erdőben. Bonnben. Te hogy szereted? Mert hogy már úgy értem, hogy amikor játszik a ember, mert hogy ugye van a szabadtéri... Micsoda? Hú, nehéz követni. Nem, ez egy általános aberráció az emberiségnél, hogyha azt mondom, hogy szereted, akkor valakinek csak a szex jut eszébe, de nekem nem, mert én egészséges vagyok. De egyáltalán az jutott eszembe, hogy szereted, a semmilyen szexuális utalás nem volt, hanem az volt, hogy a színjátszást, hogy ugye amikor benn van a ember a színházban a kőbe, akkor is esetleg más eszközökkel játszik esetleg, vagy itt az erdőben, a szabadtéren. Hát mit itt tudsz rá vagyunk elmondani? Bízva a természetre, a madarakra, mókusokra, bogarakra, szárnyasokra, minden jön ilyenkor, és ahogy esteledik, egyre több jön. Egy-két. Igen? És én vegetáriánus vagyok, nevezem most, hát ilyenkor párat lenyelek, de... Azért nehéz beszélni, igen, nyitott szájjal bejönnek. Hát aki bejött, az benne akar lenni. Az benne, Fogad be őket. Úgyhogy ilyenkor mindig szúnyogriasztót viszünk magunkat, hát muszáj, igen. Megesznek a szúnyogok. Engem különösen szeretnek. Igen. Nem mindenhol van már szúnyog, de azért előfordul. Reméljük nem fog esni, hát ez ebben mindig... Bízunk. Van esőnap azért. Van esőnapunk is. 18-dik a rögtön utána, hogy ne legyen. Mert 19-ben megint játszunk. Ott encsen, csak azt el sem mondjuk. Igen, encsen. De Tokaj. Miskor? Tokajon is játszunk? Igen. Nem, jó. Nem tudom, írtad fel? De felírtam valahova. Csak, hova, ugye? Nem írtam hozzá a dátumot. Mi sehol máshol nincs előtt, akkor elmegyek Tokajba. De... Valamikor menjél el, és akkor hát ott leszünk. De, igen. Igen, én Tokajon is nagyon szeretek egyébként játszani, mert ott van Paulai Ede Színház, ami gyönyörű színház, és a Tokaji Fesztivál Katlan, ami szintén nagyon jól sikerült, úgyhogy Tokaj az egy nagyon komoly színházi központ, nem mindenki tudja, azért mondom most informatíve, és a belföldi turizmust is ezzel népszerűsítem. Mint például a Visegrádi nyári színház, mert hát eleve a Termál Hotel mellett van. Visegrádon a Termál Hotel is gyönyörű, nagy, és jól is főznek, és a sütik is nagyon jók. Aludni még nem aludtunk ott, igaz? Mond, te mi aludtunk. De most akkor aludjunk ott? Jó. De... Jó, Lendi, végig is elbeszélgetsz magadra, hogy mi legyen hát aznak. Azt akartam, nem, hogy egyébként tényleg, hogy most ne vegyük tudomásul, hogy én meg ekkora művész vagyok, hanem hogy mint egy laikus kérdésként kérdezem, hogy máshogy készülsz, hogy más eszközökkel játszol szabad téren, mint bent. Nem tudom, lesz mikroport, vagy valami? Persze lesz. Ott nem lehet máshogy, hát mert az egy nyitott tér. Hát más a tér, tehát nyilván a megszokott dolgok nem lesznek meg. Sátorba öltözünk, de ezt már mi megszoktuk. Tehát elég sok ilyen vándorszínházzal volt már kapcsolatom, úgyhogy egy idő után az ember így megszokja, hogy éppen valahol nincs mosdó. Tehát így vannak ilyen puritánabb helyek is, de mindenki föltalálja magát, és akkor alkalmazkodunk. Itt van. Mondjuk a hallgatóknak, akik majd néznek, hogy van. Tehát a hotelbe be lehet menni mosdó miatt, csak azért, hogy ne jegyenek. Most mondjuk nekik, hogy jöjjenek, nézzenek meg, nincs mosdó, nem megyek sehova. De van. Ez egy fontos dolog egyébként. Fontos, hát persze, mosdó. Hát sok helyen azért hosszú az előadásunk, mert ugye nincs mosdó, vagy nem elég, és akkor hosszú során, és nem azért, mert jobban tetszik nekik a mosdó, mint az előadás, hanem nem mernek visszaülni. Szóval ezért fontos. A mosdó ellátottság fontos. A feleség a mosdónál kezdődik című előadást. Fogjuk játszani. Ezt amíg feldolgozzuk ezt az információt, addig megint megyünk egyet jót szünetelni. Nagyon szép dal lesz most is, nem tudom melyik. Bakos László, aki nagyon sok, nagyon híres zenekart adott ki, ő a hangmérnökünk, és ő szerkeszti a zenéket, és ezért hallgatunk ennyire szép dalokat, mint most mindjárt. Ez a Konkrétan című műsor, Beleznai Endre vagyok, a mai vendégem Pikali Gerda. Some boys kiss,
feldolgozhatatlan mennyiségű szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat. Ez itt a Konkrétan című műsor, Beleznay Endre vagyok, mai vendégem Pikali Gerda. Gerda, annyira köszönöm, hogy eljöttél végre, mert nagyon sokan... Köszönöm a meghívást. Tudom, hát azt még indokolt. Szóval nagyon sokan ammunikád, és ezért nem értél rá. Na de most is sok... Azzal kezdtük, hogy keretes szerkezet legyen, mert most még beszélgetünk olyan 8-10 percig, azt abba hagyjuk mára. Tényleg? Hát már most örökre? Igaz, nem örökre, nem. Majd lehet, majd jöhetsz még, majd kitaláljuk, hogy majd akkor pont miért, de majd igen. Na szóval... Hogy azzal kezdtük a hangot, hogy benne, tehát hogy nagyon sokáig, most nem tudom, hogy most Station Voice vagy nem. Igen, vagy. Igen, a Duna TV-nek vagyok. A Duna TV-nek a csatorna hangja, meg hát reklámok, meg rengeteget szinkronizálsz, ugye nagyon komoly kiemelkedő alakításaid is, nem is tudom, amikor régen csináltam egy interjút, akkor az Avatarról beszéltünk, hogy ez milyen szépen csináltad, a kék asszony elvitte a szívemet című dal főszereplője a Zoé Saldana. Te szinkronizáltál már, Endi? Hát, hogy nem hallottad. Jaj, bocs. Ne haragudj, ez albumom, annyira ki vagyok. Hát az albumom az dobozban, nem olyan kész. Nem, úgy van öt dalom, hogy a kiadó szerint az repiait. Nem tudjuk eldönteni, hogy öt dalnál hívjuk már albumnak, vagy tíznél. Ötlet már megvan annyira, nagyon szépek. Majd most mindjárt meg fél hallgatunk vagy még. Dalt. Itt is hallgatunk egy nagyon szép dalt. Igen, itt én meg külön kérnék ezen a pont, akkor el tudjuk idézni, a Hiába beszélek című sláget. Köszönöm. Mert a színház-szerű is, jazzes is, kicsit swinges, kicsit chansonos. Nagyon fogod szeretni, Gerda. Ilyen jól még életedben nem érezted volna. Most fogod, amikor azt hallgatod. Na de, térjünk vissza a hangodra, hogy ugye művészileg hova sorolod ezt a munkásságodat, hogy a hangod, hogy amikor csak a hangoddal dolgozol? Ne, én nagyon szeretek szinkronizálni. Tehát egyáltalán meg fog csípni egy szúnyog. Okay. Fura érzés, igen, azt hittem, hogy a hajam ilyen, de nem öltem meg, pedig szerettem volna. Ennyire nem vagyok keresztény. Jézusom! Harcos keresztény vagyok, megölöm. Amíg beszélsz erről, addig levadászom a szúnyog. Fényes nappal. Kicsit nehéz. Én nagyon szeretek szinkronizálni, amikor még egyetemista voltam, akkor gondoltam, hogy milyen jó lenne ez egy jó kis kiegészítés, vagy hogyha éppen nincs színházi munkám, akkor nem látjuk előre, hogy mi lesz. Akkor milyen jó anyagilag egy kicsit úgy stabilabbnak fogom majd érezni magam, és akkor nem kell mennem pultozni, vagy egészen más dolgot csinálni, és végülis így jött az ötlet, hogy elkezdtünk tömegezni még egyetemistaként. Pultozni, ez ilyen éjszakai bárokba tánc? Nem, a tömegezés az az, hogy... Nem a tömegezés, a pultozásra kérdezni. Mit tudom én, hát azért vannak kollégáim, akik igen, akik éjszaka még dolgoznak, tehát valaki pékségben dolgozik, tehát teljesen fura, hát azért... Tiszta Amerika, igen. Igen, tehát nem hollywoodi fizetéseink vannak, tehát azért ezt így jó elmondani, hogy... Ott is az van, hogy akik így mondom. Nem, hát, hogy nem ilyenek a fizetések, hanem egy teljesen átlagos, vagy... Tehát nem kiemelkedő fizetések. Igen. Sokat kell dolgozni, ahhoz, hogy összegyűjtsünk annyi pénzt, hogy így... Hát, hogy ne kelljen ilyen, most, igen, egy átlagos életet tudjunk élni. Hát nekem nyilván nem, mert én nyilván jó, hát megélek. Neked van rádió műsorod, tehát is egy milliókat kasszálsz, ezt én tudom. Nem, hát egyébként a Hollywoodban is így van, hát azokat is talán ismerik a kedves hallgatók. Hát voltál kint. Ezekről te beszéltél a hallgatóidnak? Sokat. Tényleg? Szerintem igen. Amikor nem volt vendéged, és te voltál. Tévé, ott nem csinálsz, hogy te leszel a vendéged? De volt, akkor a konkrét se. Egyszer volt valamikor, csináltunk egy adást olyat, ha már nem tudom, hogy a Covid miatt, vagy nem tudom miért. És föltettél magadnak kérdéseket is? Nem kell kérdéseket, és nélkül is remekül elbeszélgetni. Olyanban igen, kicsit, ha kimennék, föltűnne? Nem. Hopp, megrúgtam most az államat. Ez azért, mert még mindig nagyon ruganyos vagyok. Még állva tudom magam rúgni, addig nincs baj. Szóval, hogy kint a Hollywoodban is van, aki ugye nem kiemelt sztár, meg mit tudom én, azok úgy van, hogy van normál munkája, és közben jár a castingokra, és amikor kap szerepet, akkor megcsinálja a szerepet, aztán megy vissza dolgozni. Igen, csak valahogy eltévednek szerintem, hogy azt hiszik, hogy milyen egy-egy fölépésén ilyen milliókat kapunk, de hát nem. Tehát sokat kell dolgozni ide-oda, amoda, két próba között elmenni szinkronba, vagy reklámot mondani, vagy forgatni. Tehát, hogy sokat kell dolgozni. Nem tudunk magunk helyet küldeni senkit, mert mi magunk vagyunk a termék. Tehát igen. Sajnos nincs ikertesom, vagy szóval nem tudok rábízni. Emlékszem, amikor a Magyar Attila küldte a Steve-et, Hajdú Steve-et maga helyett szinkronba, mert nem ért rá. A szinkron nem. Larabnál előfordult, hogy más. Én is voltam rögtön. A Steve helyett valahol, amikor
biztosak voltak. Sőt, egyszer a Gózon Gyula színházban játszottuk a Magyar Attilával kettőzve, a mindegy több szerepet a Irma te édes című műbe, és van a második felvonás elején, ott vagyok az ügyvéd, hát voltunk mind a ketten, és az a vicc, ez Bob egyébként az a neve mindegy a szerepnek, ilyen narrátor is, meg mindegy, most nem menjünk ennél mélyebben bele, és az a lényeg, hogy egyszer fölhívtak a Gózomból, hogy Endre, akkor tudod ugye, hogy tök mindegy 22-én előadás van. Tudom, de tulajdonképpen nem érek rá, de semmi baj, ne ijedjetek meg, mert megoldottuk, mert úgy van, hogy akkor az első felvonás, mondtam az Attilának, hogy a Magyar Attilának, hogy tudna-e jönni, de nem tud, ő sajnos nem ér rá, mert ő lehetne, ugye, mert ne vagyunk kettőzve, ő tudja az egészet, tudja az első meg a második felvonást is. Na most, de nem ér rá. Ezért én megkértem a Hajdú Steve barátomat, hogy tanulja már meg az első felvonást, mert a másodikra már odaérek. Ne. Tehát úgy lesz, hogy az első felvonást lejátsza a Hajdú István, és azt tanulja csak meg, és akkor a másodikat már nem, mert másodikban úgyis jobb vagyok eleve, most az elsőt minek játszani, ebben nem vagyok olyan jó. Másodikban akkor a jó részre meg már odaérek, mert addigra lesz, és akkor így lesz. És akkor a kislánya egyeztetett, azért négy óráig nem tudott beszélni. Tehát az Ági, az Ági az igazgató. Tehát, de. Mondom, nem, figyelj, ezt így oldottuk meg, légy szíves, ne csináld, ezt vegyél levegőt, hát figyelj, inkább értékeljed, hogy kreatívak vagyunk, hogy konstruktívak, hogy az eredmény centrikus, tehát nem az van, hogy most lemondom, mert nem érek rá, hanem megszerveztük. Hát. Megoldottad. És még több sztár van így benne, sztár eső. A Gázsit is megoldjuk, én kifizetem, hogy neki az első részt, nem kell nektek. Tehát, hogy tényleg most mi baj ezzel? Áfás volt. Nagyon sokáig elhitte, tehát nagyon sokat szenvedett vele, és akkor nem volt szívem elárulni neki, mi van, aztán mondtam, hogy persze, hogy ráérek, de van írva, és jövök eljátszom. Sokáig kihoztam. Éneket csinálsz. Igen, mert annyira élveztem, ez szerintem nagyon színvonalas volt ez a gondolat. És nem áll távol a valóságtól, tehát végül is mi egymás között többször kezeltük ilyen kreatívan ezt. És azt mondd el nekem, hogy a művészetedre a folytonos szinkronizálás nem volt-e káros hatása. Gondolok itt arra, hogy sok kollégám van, akik egyébként jó színészek, de mint hogy a szinkronban azért az emberek, hát én nem, de majd te a saját nevedben te beszéljél, nem ugyanazt a hangot használom. Ugye abból adódó, hogy rengeteget kell szinkronizálni, és nagyon sokszor nincs semmilyen felkészülési idő, tehát én nekem egyébként nem szoktam szinkronizálni, tehát egy szinkron főszerepem van, nem mondjuk meg, hogy az HBO-n a kifulladásig, vagy mi a tök a címe. Nem, Crashing, akkor mi? Biztos nem kifulladásig a címe. Megtörve. Crashing. Pete Holmes a főszereplő. Tehát ilyen jelentősen főszereplőm, hogy nem tudom, mi a magyar címe. Hát mert én angolul szeretném mondani a angolul megnézed. Nem a saját szinkronot. Nem nagyon szépen szinkronizáltam, de például nem is mondták egyáltalán. Tehát abszolút főszerep, és nem mondták, hogy ki vagyok, mibe. Tehát előtte ravaszul bementem a stúdióba, mert az közel van ahhoz, ahol lakom, és ott van Fari újságbéga, a klasszikus rendes A4-es papíron rajszeggel kiszögezve, és ott megkerestem magam, és akkor abból kiderítettem, hogy ki leszek, hazamentem, és akkor meggoogliztam a YouTube-on, hogy ez mi. És így felkészültem, hogy ez mégis mit kell csinálni. Egyébként csak az lett volna, hogy belöktek volna, és akkor tessék. Hát de általában így van. Vagy no, azért, amikor elmondják, hogy sorozat, vagy... Igen, de emiatt van olyan, hogy van olyan, hogy az ember kiválaszt egy hangot, amire azt mondja mindenki, hogy jó lesz, és azon beszél, ha kell, ha nem. Nem, hát már azért 20-valány év alatt azért elég sok mindennel találkoztam, és nem tud úgy beállni egy hang, tehát azért mindig próbálom azt csinálni, amit a színész csinál. Tehát én nem az vagyok, aki próbál teljesen máshogy szinkronizálni, vagy próbálok más karaktert létrehozni, hanem őt próbálom követni, tehát amit ő elképzel. Valamikor nem képzelnek el semmit, és akkor nyilván hangban egy kicsit segítjük a karaktert, mert azt látod, hogy azért nem játszik olyan jól, de se baj, nekünk az a dolgunk, hogy minél jobb legyen az a szereplő, vagy nekem az a feladatom, vagy nyilván a filmnek is, hogy minél jobb legyen a szinkronja. De én nagyon szeretem, én nem tudom, én nem érzem azt, hogy egy direkt úgy öblögetnék a színpadon, hogy na, ismerd meg, hogy ez az én hangom. Tehát, hogy jó, nálam nem ez nem így. Az, ez mert azért valakinél meghallják a hangját, hú, te, ő a nem tudom ki, és akkor így azonosítják. Nyilván nekem is mondják, hogy hú, te szoktad Mila Kunist, Halle Berryt, Sofia Vergerát is sorolhatnám, Salma Hayek, nagyon sok sztárt szinkronizálok, és ez mondjuk nagyon jó érzés, hogy sokat is tanulok tőlük, de elképesztő, milyen bátrak és milyen jók. És igazából őket kell követnem, és ez így egy jó játék.
itt is abba hagyhatnánk a beszélgetés, mert Laci integetett, azt hittem, hogy a szonyukot kergeti, de csak lejárt az idő. Én már megcsípte a lábamat, már átszállt hozzám, nézd meg. De hogy jöhet ide? Nézd meg ott. Javaslom a kedves rádiónézőknek, hogy ilyenkor magas hatóanyag tartalmú levendula olajjal kenjék be magukat. Nem javaslom a kemikália alapú szonyogriasztókat, mert az nem egészséges. A levendulát gyűlölik a szonyogok. Napközben azért nem jó, hogy napközben jön a szonyog, mert a szonyogok gyűlölik a levendulát. Tehát tényleg effektíven mentem már bele levendulázva egy teljes szonyog belevendulázva. Úgy megijedtek tőlem a szonyogok, hogy így szétrepültek, tudod, ilyen... Így elmentek. Még hangjuk is volt. Igen, mert így csináltak, és elszaladtak, de napközben azért nem jön, mert a darazsak viszont nagyon szeretik a levendulát. Most csak este. Napközben valami más kell kitalálni. Drága Gerda, én arra gondoltam, hogy majd a legvégén a beszélgetésünknek kérdezek tőled valamit, hogy mik a terveid, és hogy vagy merre tovább. De menjünk Visegrádra. Együtt. Éljük túl a szúnyogokat. Nem, mert a levendulát javaslom. Nem fogok osztogatni, mert drága, de a minden kedves néző vegye magának levendulát. Most nem mondok cégneveket, se pedig nagyon... Most majd fölhívok cégeket, hogy ilyen komolyan az ő nevüket fogom bemondani, de kell, hogy fizessenek elő. De csak a nyári időszakra tudnak menni. Nem, egyébként nem. De ezt majd kis, egy másik adásban megbeszéljük. Hoppá. Meg tényleg neked a táplálkozásodat is meg kellett volna beszélni. Tehát most szakmailag, mert a nyári, a visegrádi nyári színházra koncentráltunk. Igen. Ezért mondjuk most mindenkit várunk szeretettel. Igen, július 17-én a feleség 40-nél kezdődik, Pikali Gerda maga a feleség. És Bereznai Endre a férj. Igen, úgyhogy ezt a figyelmet is köszönjük, és majd azt is, amit majd személyesen is Gerda ráír, majd utána ott marad aláírást adni. Köszönöm a meghívást, Endi. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél tényleg. Most már innen majd még egyszer felhívlak, mert a táplálkozásodat nem beszéltük, mert pedig az is nagyon fontos. Igen, érdekes, igen. Azt az meg fogjuk legközelebb azt beszélni, azzal kezdjük. Jó, jó. És egy 20 év múlva. Az ifjú vándor megpihen. Tényleg annyira köszönöm a figyelmet, lassan tényleg elbúcsúzom, mert baj lesz ebből. De még lenne még egy dal, de így nem tud lenni a beszélünk. Szóval köszönjük a figyelmet. Ez volt ma is a Konkrétan című műsor. Most megint álbarúgtam magam a mikrofonnal. Szóval Konkrétan című műsor. Beleznai Endre vagyok, a mai vendégem Pikali Gerda volt. Nincs számodra többé édes óra, a cukor helyett rászoktál a sóra. Nem is fontos, ki tehetett róla, nekünk nem lesz itt se rum, se szóda. Hiába beszélek, tudom, hiába beszélek, jobb lesz, ha csak nézek rá. Hiába a dallam, hiába a tamtam, akkor inkább már a termosztát. Neked hiába beszélek, tudom, hiába beszélek, jobb lesz, ha csak nézek rá. Hiába a dallam, hiába a tamtam, akkor inkább már termosztál. Régen, mikor ketten útra keltünk, nem volt semmi, hiába figyeltünk. Most már itthon unalom a kertünk, azt isszuk meg, amit mi kevertünk. Hiába beszélek, tudom, hiába beszélek, jobb lesz, ha csak nézek rá. Hiába a dallam, hiába a tamtam, akkor inkább már a termosztát. Hiába beszélek, tudom, hiába beszélek, jobb lesz, ha csak nézek rá. Hiába a dallam, hiába a tamtam, akkor inkább már a termosztát. Hiába beszélek, tudom, hiába beszélek, jobb lesz, ha csak nézek rá.